Sej nagy abonyban csak két torony látszik, szól a népdal, és bizonyi Tabonyban tényleg két torony látszódott annak idején, hiszen kevesebb volt a fal, kevesebb volt a magas épület, és két templomtorony játszott. Mai értékőr rovatunkban az egyik templomról lesz szó, méghozzá a református templomról, az abonyi református templom lelkésze pedig Gál Károly, köszöntelek. Hamarosan bemegyünk a templomba, hiszen a templomot fogjuk mai értékőr rovatunkba bemutatni, de itt érdemes megállni a kertbe, hiszen van egy nagyon híres fa, illetve vannak kopjafák is, amiről érdemes beszélni, vagy legalábbis egy-két szót ejteni. Valóban van három darab kopjafa itt az udvarban. A legöregebb az a szikszai féle kopjafa, amelyet hát Szikszai István emlékére állítottak, aki annak a híres szikszai familiának a leszármazottja volt, aki megírta például a református egyháznak egy nagyon közkézen forgó imádságos könyvét, de ehhez a szikszai családhoz tartozik például az a szikszai Béni is, aki a KIE egyesületének volt a titkára, és nagyon sok ember hálás neki, mert rajta keresztül találta meg az Isten útját. Tudjuk, hogy ki készítette ezt a kopjafát, vagy erről nincs információ? Erről nincs információ. A másik kopjafát viszont, ha jól tudom, akkor tudjuk, ki készítette. Így van, a másik kopjafát azt Blaskó Sándor művész úr készítette, akinek a szobrait itt a Zabonyi Köztereken megnézhetjük. Dr. Balogh Sándor emlékére 2012-ben állítottuk, és így emlékeztünk meg az ő szolgálatáról és az ő munkásságáról, hiszen néprajzi szempontból is nagyon fontos munkálatokat végzett, és nagyon komoly helytörténeti kutatást végzett, aminek egy könyvben maradt ránk a lenyomata. Igen, mi ezt használtuk, elmondom a nézőknek, hogy használtuk ezt a könyvet, és nagyon fontos információkat tudtunk meg, például a templomról és a templom múltjáról. Van egy harmadik kopjafa is, illetve van még egy emléktábla, ezekről tudsz valamit mesélni? A harmadik kopjafa az azoknak a hősi halottaknak állít emléket, akik az első, a második világháborúban, vagy az 56-os események kapcsán, esetleg a szabadságharcok harcaiban vesztették életüket. Az emléktábla pedig egy különös eseményt örökít meg, a különös esemény emlékét örökíti meg. Volt egy bombatámadás itt 44-ben, minek során többen elhunytak. Egy bibliaóra zajlott éppen az iskolaépületben, és hát nem messze volt egy légvédelmi fészek, amit az egyik repülőgép észrevett és le akart bombázni, hát nem teljesen sikerült a találat, és sajnos többen életüket vesztették a biblióra során. Hiszen azt mondjuk el, hogy ugye a református egyház már idő kezdete óta iskolát üzemeltetett, amíg az államosítás, az iskolák államosítása meg nem történt, addig református iskola üzemelt végig Abonyban. Hogyne, az egy természetes dolog volt, hogy a református gyülekezeti tagok szerették volna a gyermekeiket református szellemiségben nevelni, és hát nem csak iskola, hanem zeneiskola is működött. Visszakanyarodok arra Szikszai Istvánra, akinek a nevéhez fűződik többek között a Ceglédi Zeneiskola alapítása is, és hát tudjuk, hogy itt Abonyban is a református egyházhoz köthető a zeneiskola megalapulása. És akkor még egy rövid említést tegyünk erről a híres fáról, itt van mögöttünk ez a kisfa. Igen, ez a kisfa a templomunknak a 230. évfordulója alkalmával lett ide ültetve, egy kis tölgyfa, és hát felnő majd itt a hársfa árnyékában, és egy idő után majd reméljük, hogy ez veszi át itt a hűs árnyékot adó szerepet, úgyhogy várjuk a növekedését, és látjuk már a növekedését, úgyhogy ennyit tudtunk elmondani a parókia kertjéről, erről a kis kertről, és akkor menjünk be a templomba, és ott folytassuk. Folytassuk a templomban. A település első temploma egy kicsiny, középkori kőtemplom, a mai Szent István katolikus plébánia templom helyén egy aprócska dombon állt, melyet kőfal szegélyezett és temető vett körül. E fal maradéka a mai katolikus templom falában is fellelhető.
Szolnok elestével 1552-ben Abonyizsa hadak útjára került. 10 év múlva 101 házában 174 család lakott. A település 870 főt számlált ekkor, s a török birtoka volt. A 16. század közepén Abonyba is eljutottak a reformáció Helvéth Kálvin irányzatú tanai. Valószínű, hogy 1562-re tehető a református egyház megalakulása Abonyban, ahogy a Szolnokon is. 1562-ben így a templom is a református hívek tulajdonába került át, melyet a kálvinista liturgiának megfelelően megtisztítottak a szobroktól, festményektől. Ennek a templomnak 1626-ig nem ismerjük az állapotát, de azt tudjuk, hogy ekkor Gyömörei István volt a prédikátora. A török világ végi felszabadító háborúk és a Rákóczi szabadságharc ideje alatt nagyon megcsapant a lakosság. 1711-ben mindössze 120 fő élt itt. 1731-ben Szikszai István az egyház prédikátora. Ez az épület az ellenreformációs törekvések folyamán 1740-ben visszakerül a katolikusok kezében. 1740 nyarán az addig kálvinista istentiszteleti helyként használt templomból kizárja a református híveket az akkori plébános, és visszaveszi a korábban katolikus kis középkori kőtemplomot. Ezt követően nem volt mit tenni, a reformátusok földesurukhoz fordultak segítséggel, melyet talfának való 12 szál öreg fa formájában meg is kaptak. Ehhez Szolnokról hozattak még 108 szál fenyőfát, és ebből épült fel következő nyára mindössze 4 hónap alatt az új Isten háza egy fa templom, majd egy évvel később ennek vakolása és meszelése is megtörtént. 1740 és 1785 között ebben a fatemplomban tartották a református istentiszteleteket, oktatásra pedig iskolát tartottak fönn Kálai János prédikátorsága alatt. Sajnos ezt az egykori díszes mennyezeti kazettákkal ékesített fatemplomot már nem tudjuk bemutatni, de remek példája lehet a Felső-Tiszavidék mentén álló Tákosi templom, mely a mai napig őrzi az egykori református templomok korabeli stílusát. Második József türelmi rendeletének nyomán lehetőség nyílt kőtemplom megépítésére Vadász Pál prédikátorsága idején. A német-római császár és magyar és cseh király első és legfontosabb intézkedése volt 1781. október 25-én, amellyel szabad vallásgyakorlást és hivatalviselést biztosított egyes felekezeteknek. Ahol legalább 100 nem katolikus család élt, ott azok saját költségükön létesíthettek, illetve fenntarthattak helyi gyülekezeteket, sőt, torony és harang nélkül nem közútról nyíló bejárattal templomokat is építhettek. Erre a templomépítési rendeletre azonban csak 1786-ban kerül sor. 1785-ben így el is bontották a régi fa templomot, és 1786-ban már el is készült az új, ma is álló, műemlék jellegű késő barokk templom, melynek építési helyét Galántai Balogh Magdolna, János és István jelölte ki egy helybéli jómódú jobbágy Imre János telkén. Már is itt vagyunk benne a templomba, és akkor picit meséljünk a templom belsejéről, illetve kezdjük avval, hogy jóval nagyobb befogadó képessége volt ennek a templomnak annak idején. Igen, sajnos a 2008-ban befejeződött felújításokkor az eredeti padokat nem lehetett bentartani a templomba, mert fekete gomba fertőzöttek voltak, és a többi faanyag védelmében el kellett távolítani a templomból. Hát miután véget ért a felújítás, még újabb nehézség állt a gyülekezet előtt, mert a padokat el kellett készíteni ahhoz, hogy istentiszteletet lehessen tartani. És hát erre külön adományozók jelentkeztek, akik egy-egy padnak a költségeit magukra vállalták. Néhány ilyen padon látszik is az adományozóknak a neve. Persze ez nem azt jelenti, hogy az övék az a pad, hanem csak annak az emlékét őrzik, hogy voltak lelkes adományozók, akik támogatták az egyházközség. És ha minden igaz, annak idején voltak jobbágypadok is, ami még a régi fa templomból került át ide. Így van, többi paddal együtt a jobbágypadokat is ki kellett vinni a templomból, ami egy nagyon szép emléke volt a régi templomnak. Sajnos azok sem voltak megmenthetőek. Vannak fényképek, amelyek megörökítették,
de ma már csak a kazettás mennyezet őrzi a régi templom ékességét. Valamint látok egy táblát itt rögtön a bejárat fölött, egy márványtáblát. Igen, ez a márványtábla tartalmazza azokat az információkat. Hát a legfontosabb információ rajta az, hogy Isten dicsőségére készült ez a templom, és 1786-ban lett kész a templom, akkor tudták birtokba venni és használni az Isten dicsőségére. Ha már fáról beszélünk, akkor engem egy picit megtréfáltál. Itt látok egy gyönyörű szép csillát, egy éke gyakorlatilag az úrasztala fölött itt a templomban. És föltetted azt a találós kérdést, hogy miből lehet ez a csillár. Hát én rézre tippeltem, aranyra már nem ismertem, bár arany színű ez a csillár. Mint kiderült, ez egy fa csillár? Így van, és a szárai azok egy-egy fadarabból vannak kifaragva, úgyhogy nem is nagyon tudjuk, hogy a vezetékek hol vannak elvezetve benne, de gyönyörű munka, és hát a templomunk egyik ékessége. Hát komolyan mondom, nem mondanám meg, hogy fából lett kifaragva, de óriás munka lehetett, mert hogy tényleg olyan, mint egy ilyen ódon kovácsolt vas csillár. Igen, 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 azt a díszítést hordozza, de fa az egész, és könnyű a szerkezete. Picit menjünk át a karzatok alá, és beszéljünk, hiszen innen nem is látszódik, hogy a karzatok alatt a régi fatemplomból megmentett kazettás mennyezet látható, ami nagyon sok határmenti ódon régi református templomba, még eredeti helyén látható. Itt sajnos csak a karzat alá került beépítésre. Menjünk, nézzük meg közelebbről. A templom északkeleti falának felénél áll a szószék, a Mózesszék és az úrasztala. Ezek 1816-ban készültek. A templom ma is látható formáját 1822-ben nyeri el, amikor a vihar által megrongált tornyot nem csak felújítják, hanem meg is növelik. A két mázsa három fontot nyomó gömböt és csillagot körösen készítették vörös részből, s a szolnoki képírő illés festette, aranyozta, majd muzsika szó mellett nemzetes Homályosi Ferenc ácsmester helyezte fel. 1935-ben megújul a torony és a toronysisak, mely három harangot rejt magában. A 253 kg-os harangot, melynek hangja C, Saut András öntötte 1844-ben Pesten. A 138 kg-osat Gombos Miklós őrbottyányi mester 1989-ben öntötte a háborúban elvitt harang helyett. Ennek hangja D. Az egyik oldalán ez olvasható. Hívjad az élőket, kísérd a holtakat. A legkisebb harang 115 kg súlyú és E-hangú, ez pedig Szlezák László készítette 1925-ben Budapesten. A már említett régi fatemplomból átkerült és beépített, festett mennyezeti kazetták egyedülálló iparművészeti értéket képviselnek, melyek az Alföldön és azon belül Abonyban az egyetlen ilyen 18. századból fennmaradt asztalos munkák. Mintázatukban fellelhetőek a késő reneszánsz és a török hódoltság miatti oszmán-török-perzsa elkerülhetetlen hatáskeveredések, valamint a 17. századdal kezdődő és hazánkban 18. században kiteljesedő barokk hatások is. Bejöttünk ide a karzat alá, hiszen, mint említettem, onnan kintről nem nagyon látszik, hogy micsoda csoda van ide beépítve a karzat alá, illetve megmentve az egykori fatemplomból. Igen, hát az alföldi régióban egyedülálló, hogy itt megmaradtak a festett kazettás mennyezetnek a darabjai. Sajnos csak így beszabva lettek erre a szűk helyre, úgyhogy nem is mindegyik a teljes pompájában ékeskedik, de mindegyik rekonstruálható, és hát nem is mindegyik egymás mellé került, amelyik egymás mellett kéne, hogy legyen, hiszen ezek egy komplett nyelvrendszert hordoznak magukban. Tehát annak idején egy történetet meséltek így el? Így van, mindegyiknek önmagában is üzenetértéke van, és komplexitásában is. Általában az ünnepeket követve követték egymást a kazetták a maguk jelentés tartalmukkal. És valószínű, ha, vagy legalábbis én így gondolom, hogyha a fa templom az hasonló méretű volt, akkor ebből sokkal több volt ebből a kazettából. Nem tudjuk pontosan, de ma már talán rekonstruálható lenne az, hogy jöttek egymás után sorba, és hogy pontosan hány darab is volt.
Ezt annak idején miért nem került vissza a mennyezetre? Ez építészeti vagy felújításban így döntöttek? Mivel jóval nagyobb a mennyezet, mint annak a kis Leszka templomnak a mennyezete volt, így nem is nagyon mutatott volna jól, nagyon távol lett volna, nagyon parányiak lettek volna, ugye a nagy távolságban összezsugorította volna a figurákat. Tehát ez így adja vissza az eredeti valóját. Hát sajnos ilyen, ma már azt mondanánk, hogy barbár módon, de valószínűleg nem találtak rá jobb megoldás, hogy ezt visszahelyezik. Sok érdekes, főleg ilyen virághoz hasonló motívumot látok, viszont van egy különleges itt mögöttem, pont láttam, hogy halakat ábrázol. Ez miért? Igen, annak a kazettának az üzenete a húsvét ünnepkörhöz kapcsolható. A halak nagyon különleges állatok, mert ugyan nem a földön élnek, hanem a föld alatt, de mégis a vízben, életben vannak. És annak a szimbóluma, hogy azon a földi életen túl is van élet, ahol mi elköltjük, eltöltjük az életünket. És hát Jézus Krisztus ennek a bizonságaként jött erre a világra, hogy őnek ott is van élete, ott is tud életet adni, ahol számunkra az élet, a fizikai élet véget ér. A templomtér 18 méter hosszú és 8,5 méter széles. Az aranycsillagokkal díszített sík kazettás mennyezete fehér festésű. A karzatok alá beépített festett kazetták mellett még 4 úrasztali terítő és jó néhány klenódium is őrzi a múltat. Abban a kegyben részesültem, hogy ide állhatok az úrasztala mellé, hiszen itt csak te állhatsz, és azért álltunk ide be, hogy meg tudjuk mutatni a klenódiumokat, ezt már megtanultam ezt a szót, nem kegytárgyak, hanem klenódiumok. Igen, hát a jelentése ugyanaz, hogy kegytárgy, illetve nem egészen, azok az eszközök, amiket az úrvacsorához, illetve a keresség sákramentumának a gyakorlásához használunk, ezek vannak itt. Az úrvacsora alkalmával a kelyhet, illetve a kenyérosztó tányért használjuk, és megterítjük az úrasztalát. Itt van egy terítő, ami 1748-ból való, aranyszállal szőtt hagyaték a gyülekezetnek. Egy nagyon különleges terítőről van szó. De hát a többi klenódium is öreg. A keresztelő kancsó, illetve a hozzátartozó keresztelő tányér, az Báró Rodák Katalin adománya, illetve a férjének az adománya, a feleségének a halálakor adományozta, és így nagyon szépen összefonódik a halál és az élet, hiszen azokat a gyermekeket, illetve felnőtteket kereszteljük meg vele, akik az új élet reménysége, akinek az életét az új élet reménysége töltötte el. Illetve bent a parókián láttam egy ládát, amiből ezek kikerültek. Arról is meséljünk. Réti Antos János adományozta a gyülekezetnek egy utazó ládát, amiben tudjuk tárolni ezeket a klenódiumokat. És sajnos nem tudjuk bemutatni, de van egy nagyon híres kókuszkehely is. Igen, a Rákóczi család adománya a gyülekezetnek a kókuszkehely, amelyet a kecskeméti rádai gyűjtemény őriz, náluk lehet megtekinteni. Illetve alkalmanként például a templom építésének a 230 éves évfordulóján megkértük a múzeumot, hogy hozza el, és itt közelről is megcsodálhattuk. Vannak különbségek ugye a katolikus és a református templomok között, az egyik ugye a díszítés, a másik az úrasztala, itt nem oltár van, hanem úrasztala, illetve egy furcsa különbséget látok még, és ennek szeretném a magyarázatát, hogy itt nincs gyóntatófülke például, nincs is gyónás a református egyházban? Olyan módon, ahogyan a katolikus testvéreknél nincs gyónás. Ugye ez tulajdonképpen minden az úrvacsorai közösséghez kapcsolódik, a gyónás is a katolikus testvéreknél az áldozásnak az előfeltétele, úgymond, hiszen az ember meg kell vallja bűneit, mielőtt az Isten elé áll. Ha nincs tisztában a saját bűneivel, akkor azon sem lesz tisztában, hogy milyen nagy áldozatot hozott érte Krisztus. Mi reformátusok közösségi gyónást alkalmazunk, amikor bűnvalló imádságot mondunk és bűnvallást teszünk közvetlenül
az úrvacsora vétele előtt, de van lehetőség úgynevezett bűnbánati alkalmakon, amikor az úrvacsorai vasárnapot megelőző héten megállunk, elcsendesedünk és bűnvallást teszünk Istennek. De megvan az a fajta személyes formája is, aki él ennek a lehetőségével, egy-egy lelkigondozói beszélgetés kapcsán megvallhatjuk bűneinket. Nem feltétlenül a lelki pásztor személye a fontos, sokkal inkább az Isten személye a fontos, mert a lélekből jövő bűnbánat azt mindegy, hogy kinek mondja el az ember, hiszen a bűnbocsánat úgyis Jézus Krisztustól van. És nagyon sok különbséget, illetve különbözőséget említettünk a két egyház között, de azt mondjuk el, hogy azért itt Abonyba nagyon jó a két egyház közötti kapcsolat, Péter atyával is nagyon jó kapcsolatot ápolsz. Istenek hálait valóban egy jó hagyományba kapcsolódhattunk bele, hiszen a Balogh Sándornak tisztelt úr, akinek a kopjafáját megtekintettük, illetve a Vági atya, aki itt szolgált a katolikus testvéreknél, ők kezdték el még az ökumenikus mozgalom indulása előtt ezt a jó kapcsolatot és a gyülekezeteknek is a kapcsolatát. Minden évben mi is megtartjuk az ökumenikus imahetet, az ökumenikus alkalmakat, de azon túl is a hétköznapokban is Istennek legyen hála jó kapcsolatot ápolunk. Szerintem sokat jelent az, hogy ez nem pusztán a gyülekezetek közötti formális kapcsolat, hanem egy személyes baráti jó kapcsolat. Akkor itt vissza is kanyarodtunk a beszélgetésünk, illetve a műsorunk legelejére, hogy sej nagy Abonyban csak két torony látszik, és ez a két torony, ez mint egy testvérek állnak egymás mellett. Így van, nincs is távol egymástól a két torony, sem fizikai, sem lelki értelemben. A templom 1890-ben adományként kapja meg első hangszerét, egy harmóniumot. A jelenlegi 1929-ben készült orgona, mely a keleti karzatban lett beépítve a mennyezet kupolaszerű kialakításával, Rieger Otto munkája. A 37 fokos hőség elől bemenekültünk a templomba. Ugye most följöttünk ide a karzatra, ahol szintén megszorult a meleg, de nagyon fontos, hogy följöttünk, hiszen itt vagyunk egy gyönyörű orgona mellett. Tudnál mesélni erről az orgonáról? Igen, ezt az orgonát nemrég újítottuk fel, Rieger Otto műhelyében készült. Egy két manuálos hangszer, nem egy nagyon különleges hangszer, sokkal különlegesebb az, ami körülveszi, hiszen fölötte egy kupola szerkezet van, és az egyedivé teszi a hangzását. Úgyhogy... Igen, néztem, hogy egészen egyedi, hogy át van törve a mennyezet, és tulajdonképpen a padlás térben van már a sípoknak a vége. Igen, nagyon sok templomban úgy jártak, hogy megvásárolták az orgonát, és mikor be akarták állítani, akkor derült ki, hogy nem fér be a karzatra, és nagyon sok helyen letörték ugye 90 fokkal a legmagasabb sípokat, és hát a hangot kiadta, de a hangzása már nem lett az igazi. Beszéljünk akkor kicsit a templom után a lelkipásztori szolgálatról is. Ha jól tudom, akkor nem csak itt teljesítesz lelkipásztori szolgálatot. Valóban így van. Az Abonyi Anyaegyházközséghez tartozik még Vezsenyi és Tiszajenő szolgálatgyülekezete is. Vezsenyben minden vasárnap van istentisztelet, Tiszajenőben pedig a hónap első vasárnapján szoktunk összegyűlni. És ezen kívül gondolom, hogy esküvők, temetések. Valóban így van, a lelki szolgált eléggé összetett. A legszebb része talán igen az esküvők és a keresztelők, de a ravatalok mellett is meg kell állni, lelki vigaszt nyújtani. És hát ezeken a kazuális alkalmakon túl azért vannak az úrnapi istentiszteletek, a vasárnapi istentiszteletek, aztán a hittanórák, bibliaórák, és hát a legfontosabb szolgálata a lelkipásztornak a könyörgés, azért, hogy a gyülekezetért, a gyülekezet tagjaiért könyörögjön, közben járjon az Istennél. Nagyjából tudjuk, hogy Abony hány főt számlál a református közösség?
Abonyban nagyjából 200 fő az, aki egyházfenntartó járulékot fizet, tehát ilyen módon is kifejezi az egyházhoz való kötődését, de nyilván ennél jóval többen vannak olyanok, akik reformátusnak vallják magukat. A vasárnapi közösség az ilyen 25 és 35-40 fő, mikor hogy adódik, hogy gyűlünk össze. Beszéljünk egy kicsit a templomtoronyról is. Ha jól tudom, akkor 3 harang lakik benne. Így van, minden vasárnap 3 harang hívogatja az embereket az istentiszteletre. És hát ennek külön jelképe volt, ugye régebben, amikor mondjuk temetésekkor, vagy a gyász esetén hírharangot húztunk, akkor a férfiaknak húztuk a legnagyobb haranggal, a nőknek a középső haranggal, és hogyha úgy adódott sajnos, hogy gyermekhalál történt, akkor pedig a legkisebb haranggal húztuk a hírharangot. Ha jól tudom, akkor a harangoknak is érdekes története van, mert ugye a háború alatt elvitték a harangokat. Hát igen, amikor szükség volt a rézre, a rézágyúkhoz, akkor elvitték. Egészen hosszú ideig itt csak 2 harang volt a toronyban, de ma már hála Istennek újra 3 harang kivogatja az embereket. És akkor menjünk egy picit még följebb, van egy hagymakupola, és akkor fölötte van még egy érdekesség. Igen, a legtetején van egy csillag, ugye a református templomok tetején vagy csillag van, vagy kakas. A kakas az éberségre emlékezteti, hogy maradjunk éberek a hitben. A csillag pedig, ami alatt a napkeleti bölcseken átalálhattak Jézus Krisztusra. És az abonyi csillag egészen különleges, úgynevezett fia csillagos, ami a nagy csillagból egy kisebb csillag elágazását mutatja, ami éppen a szószék felé mutat, arra utalva, hogy az Isten igének a hirdetésében is meg lehet találni, vagy találkozni lehet azzal a Jézus Krisztussal, aki megváltotta az életünket. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó zárómondat, hiszen jelképesen a pincétől egészen a padlásig, illetve a csillagig be tudtuk mutatni ezt a tényleg antik templomot. A 1700-as évek óta itt áll, és körbejártuk segítségeddel, ezt nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget, és hát nem is annyira a templom a fontos, hanem a benne lévő gyülekezet, mert az az élet, az hordozza magába, az élő lélek hordozza magába az Istennek a dicsőségét, és a minden ezen kívül már csak ráadás. Amen. Így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést.